Bök. Ordán mellett Kluiber. Jó lövés! Hátran, kreatívan, hogyha éppen a figura nem jön, akkor jó egyéni villanásokkal tud szépen folyamatosan gólt szerezni a Fradi. Annyira pontos volt és annyira sarokra tartó lövés, hogy hiába mozdult arra, a kapus nem tudta védeni. Bök, Kluiber, azt ott be lehet vinni és be lehet lőni. Mind a két átlövő remekül kezd. Aki azt válassza. Kluiber be tud menni, gól! Az első ferencvárosi gólt a második fél időben Kluiber Katrin szerzi. A harmadik neki. Áfra. Rej. Huszér. Így is jó, nagyon gyenge mérkőzése van a Huszérnek, a kapu üres, Kluiber, az már bent van. Malesztein meg úgy ünnepli Kluiber üres kapus gólját, mint ha ő lőtte volna. Az előző után kicsit magáinak is érezheti. Amellett, hogy jól játszik a Ferencváros, abszolút indiszponált pillanatait éli az Odense. Nem több, de ez sem kevés, sőt, Lekics. Bök, Kluiber, jó ütemben szépen! Nagyon jó ütemben indult el Kluiber Kettin. Bent ragadt Kluiber, illetve bent ragadt Bök, egészen pontosan egy Kluiber kijön zavarni, és labdát szerezni! Megolt lőni! És a Kluiberi mosoly, amiről már évekkel ezelőtt is beszélt Erek Gábor, már az előbb is lehetett látni, de ez most Kluiberi vigyor. Igen, ő az a játékos, aki erre képes, azt gondolom, hogy oda ment, érezte, hogy ott lehet keresni való, és hát ennél jobb nem kell, hogy egy ilyen könnyű gólt lőjön a csapatának. Lekics. Passzív. Bök. Jaj, de jó pattintott labda volt, Bök és Kluiber. Azért nem használom a gála kifejezést, mert nem dőlt el a mérkőzés, de az emberi reakciókat nézve a pályán, az érzés nekik ilyen lehet. Hát igen, amikor így megy a játék, az felemelő.